1969 óta adja át a főváros az Élen a tanulásban, Élen a sportban elnevezési díjakat, amire a kiemelkedő sportteljesítményt és tanulmányi eredményt elért diákok pályázhattak. A kiemelkedő élsportolók közül a teljesség igénye nélkül Magyar Zoltán, Taróci Balázs, Regőci Krisztina, Salai András, dr. Gyarmati Andrea, az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina, a háromszoros olimpiai bajnok Nagy Tímea nevét említjük, akik valamennyien az Élen a sportban, Élen a tanulásban kitüntető cím birtokosai. Ezelőtt két évvel 234 ezer gyermek sportolt különböző kluboknál igazolt sportolóként. Mára ez a szám elérte a 302 ezret. Mi kell ahhoz, hogy az ember kihozza magából a teljesítményének a legjavát? Kell hozzá bizalom, kell hozzá szeretet, kell hozzá megfelelő környezet, lehetőség is kell hozzá. Ha valaki sportol, tanulás mellett egyensúlyi állapotba tud kerülni, és így a teljesítményét mind a tanulásban, mind pedig a sportban a legmagasabb szintre tudja elvinni. Nekünk kell a környezetet, a lehetőséget megadni, hogy a tehetségeteket kibontakoztathassátok. Mi igyekszünk mindent megtenni, akár kormányzati szinten, akár fővárosi szinten. Higgyétek el, hogy ez egy fontos feladat, és ezért van értelme dolgoznunk. A díjakat Csomós Miklós főpolgármester helyettestől és Nagy Viktor világbajnok vízilabdázótól vehették át. Hihetetlen nagy megtiszteltetés, hiszen Nagy Viktortól vehettem át a díjat, és jó magam is vízilabdázom, tehát ez egy úgymond meglepetésnek is hatalmas volt, főleg mikor bejövetelnél találkoztam vele, nem ismertem volna gondolni, hogy én is tőle kaphatom meg ezt a díjat, ez rengeteget jelentett nekem. Én műkorcsolya sportágban kaptam a díjat, és nagyon örülök neki, mert ez egy nagyon nagy kitüntetés, én úgy gondolom. Hát 2 éves koromban voltam először jégen az apukámmal, és utána nagyjából 10 éve versenyszerűen műkorcsolyázom. Pont most szeptemberben 8 éve, hogy elkezdtem a kajakozást, igazándiból egy véletlen folytán, előtte karatéztam. Ha valaki valamit nagyon szeretne, akkor azt meg tudja valósítani. Összesen 39 diákot díjaztak általános iskolai, középiskolai, főiskolai és sajátos nevelési igényű kategóriában. Be kell, hogy valami nagyon jó érzés volt. Meg is lepődtem, amikor megkaptam a levelet. Amikor volt a sportnap, akkor látunk a judóról videókat, és onnan jutott eszembe, hogy járjak.